Tudják-e önök, hogy Varga Csaba matematika rajzszakos tanárként világhírű rajzfilmrendező, hogy Chicagóban életműdíjat kapott, hogy keresztül Kasó beutazta a világot filmjeivel, mert évről évre az animációs fesztiválok rangos díjait kellett besöpörnie, hogy művei közül többet őriz a New York-i Modern Művészetek Múzeuma. És mindennek hátat fordított, hogy könyvkiadót alapítson, maga köré gyűjtve mindazokat, akik az egyetemes és a magyarság őstörténetét, kultúráját kutatják. De nem csak ő, hanem Barabási László történész is vendégünk ma. Erdélyből érkezett az ünnepi könyvhétre, számos kötet szerzője. A különböző műfajok szakavatottjaként otthonosan mozog minden műfajban. Izgalmasak a regényei, meséi, tudományos kutatásai. Az önök nevében is köszönti a rangos vendégeket, Tuba Marián. Ma este Müller Judit hangmérnök lesz segítségünkre. Tehát köszöntöm még egyszer a hallgatókat, Varga Csabát és Barabási László történészt, külön szeretettel, hogy eljött hozzánk. Tulajdonképpen az egész nap kint volt a könyvhéten, ugye? Ott telt. Igen. Vörösmarty téren. Milyen az érdeklődés? Meglepően nagy. Legalábbis mi magunkról tudunk beszámolni. Dedikálásokra is rengeteg érdeklődő jött. Működik. Olvasnak az emberek, tanár úr? Olvasnak. Nagyon meglepődtem, mert mindenkivel elbeszélgetek, akinek dedikálok, és a tavalyhoz képest olyan ismeret halmazokat hoztak pluszba az idén, nagyon meglepődtem. Tehát az emberek alapjában kezdik felvenni azt, amit eddig egy jó tucatnyi történész állított Magyarországon. Tehát, hogy terjed. Tehát minőségi ugrás, vagy a olvasók körében. Aha, pedig egy csomó mindent gondolom ezzel a te általad nagyon preferált témával kapcsolatban. Sok mindent el lehet érni interneten is, akár nem. Igen, túl sok mindent. A lehetőségek bősége az akadályozza a lehetőségek áttekintését. Milyen alapon válogasson az ember, és mit keressen, kinek higgyen. Hát az internet ilyen szempontból semleges, nem szabad azt mondani, személyes hogy kutatás, sok adat van, akkor okosabb leszek, utább leszek. Igen. Ugye említettem, hogy matematika rajzszakos tanár voltál, aztán rajzfilm, most azért nagy lépésekben haladjunk az életpályádon, és eljutottál a könyvkiadásig, amelyben hát egy a tudománynak egy olyan területét fogtad meg és ragadtad meg, ami hát mindenképpen az eddigi pályafutásodból nem eredeztethető. Emlékszel-e arra az élményre, és ez azért szól a tanár úrnak is, mint képzett történésznek. Mi volt az az első olvasási élményed, vagy meséd, vagy találkozásod egy emberrel, aki elindított erre a pályára téged? Nézd, én hosszú ideig művész voltam, grafikus, festő, filmrendező. De én grafikus szemmel elkezdtem nézni a betűket. Ez nem egy betű van, hanem az mindig egy, mint egy pásztor készség, az egy készlet, egy jelkészlet, amivel lehet írni. És elnézegettem, és egyszerűen rádöbbentem, hogy tudom én, ahogy van a formatervezés, ezt ki kellett találni, ez nem alakult. Kizárható, hogy ez alakulgat egy csodálatos jel, grafikai rendszer, véletlenül szélfújtta módon kialakul. És akkor döbbentem rá, hogy az írás története valami gyökeresen más kellett, hogy legyen, mint amit én tanultam. Meg ami a szakkönyvekben, meg a népszerűsítő irodalmakban van, hogy 3-4 ezer éve találták fel az írást. És akkor elkezdtem nézegetni, kutatni, hát akkor, mint filmrendező jártam a világot, mindenhol, Los Angeles-től, Tokió, összevásároltam minden lehetetlen szakirodalmat, a repülőre nem engedtek föl, különbözőzettem annyi. És kiderült, hogy egyszerűen sötét homály van. És akkor elkezdtem kutatni, és kiderült, hogy az adatok, a múltba látás lehetősége itt van, minden ballangok falán, szakkönyvekben, csak össze kell pakulni. És kiderült, hogy ez az írásjel sorozat, ami a latin nagybetűk is abból vannak egyébként, mert az etruszkok csináltak ABC-t a latinoknak, de az eredeti állapotát hívjuk székely, magyar ABC, az ős ABC, annak az eredet, szóval folyamatosan megyünk visszafele, eljutunk 35-40 ezer évvel ezelőtt, ugyanez a jelsor megvan.
Ott van, tehát tudom, én bemutattam, szépen sorba állíthatunk, és múltkor leírtam 4 oldalban, és a feleségem is mondja, hát minek annyi szöveget írogatni, hát csak ránéz az ember, és teljesen tiszta, hogy a székely ABC-t látja az ember 40 ezer évvel. A barlang, azokon 20-30-40 ezer évvel ezelőtt, feliratok ott vannak, minden. Tehát ez tiszta sor ez a menet. Aztán kiderült, hogy a számjelek története tökéletes, ami az már kiír a számot itt. Csak olyan kiderült számomra, hogy az írásjelekhez nem hangok tartoztak alapvetően, hanem rövid kis alapszavak is úgy írtak. És amikor sikerült kideríteni egy-egy alapszót, hát ez a mi nyelvünk alapszavai között. Messzire megyünk, de hadd kérdezzem meg a avatott történész tanárulat, amikor még ön sem fordult ebbe a kutatási fázisába, ami az őskultúrákat illeti, akkor mit szólt volna ehhez az állításhoz, amit Csaba mond? Enyém szólva kicsit furcsálottam volna, mert az én képzésem egy roppant baloldali materialista és társadalmi célzatú képzés volt. Ezért is nem foglalkoztam én nagyon a történelemmel. Akkor kineveztek múzeumigazgatónak, hogy legyen, amivel foglalkozzak, ipartörténettel foglalkoztam, mert ahhoz értettem. Abban nem lehetett annyi politikát belevinni. Furcsa dolgot belevinni. Mert tudjuk, szerintem akkor fontos van az élet az örökös szarra, amikor megy a lányfélhez, illetve a járma. Amit csak a suméroknál találunk meg. De ez egy, mondhatnék 10 000. Azt látja az ember akkor is, hogyha marxista történész. Zavarja, hogy össze-vissza beszélünk, ezt látom, és azt nem tudom. Aztán nem foglalkoztam vele. Beálltam vállalkozók, újságíróskodtam Pestről sokáig, mikor Romániából kirúgtak a Ceausescu rendszerbe. Akkor visszamentem változásán, vállalkozó lettem. Ha nem jön egy lökés, utána... Na, mi volt az a lökés? Egy családi eseményre hazajött a fiam. De Bukarestbe. Sohasem, mindig Budapestért. Mit keresel itt? Van neki Japánban is egy katedrája, és Japánnak megkérték, hogy menjen át Koreába. Átment Koreába, és mikor megtartott az előadását, ott a 800 ember az aulába, a nő, amelyik vezette az egész találkozót, megkérdezte, professzor úr, maga nem tette Amerika, ugye? Nem kérdezte, hogy magyar vagyok. Egyszer az egész tele felugrós elkezdett üvölte és tapsol is örvendezni. És kiderült, hogy azért üdvözlik ezt a szuper amerikai professzort, aki akkor még nem volt 30 éves, mert az ő köteteiből, ő jegyzetéből tanulnak egy vadonatú tudományágat, de ez magyar. Csak nem értette. Nem érte, professzor úr? Nem. Valaki lengetette követ, az asztal, és kezdte olvasni a rovás írást visszafelé. Így kezdjük tanítani a történelmet. A koreai négy turáni eredetű, legközelebb egy nyelvrokonai, magyarok, törökök, és így folytatta. Vezettem, és azért nem nagyon figyeltem oda, gondoltam, milyen bemegy a sázba. Ez akkora bölcsség. Ezt kezdtem utána olvasni. Hát ő a koreai egyetemen mondták neki, nem az utca embere. Nem lépett. Ott nem mondták erre, hogy déli bábos. Nem. Így tanítják. És kezdtem utána olvasni. 4-5 évig járogattam kongresszusokra, én oda erről egy szót se szoktam. Annyi anyagom összegyűlt, hogy még amennyi eddig megjelent az a 7 kötetén kívül, még 5 vagy 7 még benne van a számítógépben. Nem mertem. Egyszerűen nem értették volna meg az emberek. Ha nem találkozom Varga Csabával, és nem kezdünk beszélgetni, nem adom oda senkinek. De volt egy ember, aki értette ezt a dolgot. Mindig odaadtam a könyveimet. És akkor ő jelentette meg. Az emberek nagyon kaptak rajta. És lehettem, hogy csak azt hiszem, hogy nem tudják ezt az emberek. Az emberek tudják, és kérik. Mert felnőtt egy új réteg. Beszélhetünk, amit akarunk. Mi öregek, ha nem tudunk lépni, így halunk meg, de nem fogunk így, mert a fiaim megtanítanak egyébre. És ez a réteg, amely most felnőtt, ezt nem lehet mesékkel tartani. Vállalkozók járják a világot, ha nem járják, interneteznek. Mikor én azt hittem, hogy egyedül állok azzal az elméletemben, volt egy eurázsiai nép, hogy a székelyek milyen ősiek, és már meg is támadtak érte, akkor izraeli zsidó történészeknek a honlapjára véletlenül rákattintotta,
angolul ugyanazt írják, mint én itt Székelyföldön. Uh-huh. És nem én vagyok az egyetlen, nem ők az egyetlenek. Az oroszok is már rég kezdték. Mert feltétlenül ez csak azt bizonyítja, hogy valóban az ember nem lehet proféta a saját hazájában. Mitől van az érzésetek szerint mind a kettőjükhöz szól a kérdés, hogy tulajdonképpen nem szakterületen működő emberek kezdenek el foglalkozni rokon szakterületek témáival, kutatásaival. Tehát te matematikus, rajztanár, grafikus vagy, de mégis elkezdesz az ősiséggel foglalkozni, ami elméletileg azért egy történész terület. Én továbbra is művészi szemmel nézem az egészet. Tehát az, hogy ugyanazok az írás jelek, tehát egy írás jel készlet meg volt 30 ezer évvel ezelőtt is, meg volt mondjuk a Tormazsófia kiásott ott is, meg van 6000 évvel ezelőtt, az azt jelenti, hogy a szellemi kulturális folytonosság nem szakadt meg. De miért érzed ezt fontosnak, Csaba? Szóval ugyanúgy rajzolhatnál, nincs már több kihívás, nincs már több díj, amit meg kéne nyerni különböző fesztiválokon, véged besöpörtél ott mindent, és valami új területre kószált? Nem, én azt sikerem teljébe hagytam abba. Nem, rájöttem, hogy van sokkal fontosabb dolog annál, mint amit én csinálok. Hiába ünnepelnek a világban itt ott, amott, nem az az én dolgom most már. Szóval, hogyha valamire képességem van, ami fontos másoknak is, akkor azt kutya kötelességem tenni. Abba hagytam, ez kevésbé jobb megélhetés biztosít, de szívem szerint teljes életet élhetek. Barabási László Székely történésszel és Varga Csabával, ókor kutatóval beszélgettünk arról, hogy miért is fontos egyáltalán az embernek tisztáznia a saját magát, az eredetét, miért kell tudni, hogy hova tartozik, mi ez a egyszerűen ellenállhatatlan vágy, amit téged a sikeres rajzfilm pályáról ide sodort. Szóval miért fontos ez nekünk? Ha megtetszik figyelni, hogy a sikeres nagy családok gyerekeiben van egy határozottság, aki tudja, hogy apja, anyja ügyes, ősei azok voltak. És általában nagyon sikeres emberek kívánnak. Az élet bármilyen területének fognak hozzá. De egy szétzüllött, vagy egy alkoholista család gyereke szinte szégyeli, hogy van. Ezek ilyen alkoholistának akarnak minket bemutatni önmagunknak. Mi rá nem jönünk, hogy kik vagyunk, maga a magyarság nem lehet sikeres. Székely nem hiszi el önmagáról, hogy ő ilyen zabi gyerek. És megnézi, hogy ott van, mióta ott van. Kérdem tőlük, hogy na mi van Trianon, a tessék még itt hagyni tanár úr, hát aztán velünk csak jót tettek, miért? Egész Romániát Székelyföldhöz csatolták. Mert ő tudja, hogy kicsoda. Nem kell megtanítsa. Én tőlük tanulom. Hát egyrészt ez egy szemlélet, igen. Végül is Kárpát-medence üslapka Székely, csak közben. Igen. Komolyan se, ők tudják is. Jöttek a török kollégák, a török akadémiáról. Napok hetekig kutattak, több csoportban. Nem akadtak egy emberre, amelyik ne azt mondja, hogy kérem, én húszármazék vagyok. Egyre, nem voltam velük. Összesítésüket láttam. Olyan boldogok voltak a törökök, nem tudták szájukat összefogni. Egy ilyen öntudatos néppel az, hogy még Törökország is nehezen. Pedig Kemal Atatürktől tanítják ők ezt, amit mi most itt nagy nehezen előpiszkálgatunk. Hát nem beszélve arról, hogy azért a kezünkbe került már elég régóta a Tari Ürüsz, nem? Amiben éppen egy török nyelvemlék kapcsán lehetne sok mindent megtudni magunkról. Az is csak résztörténelem. Tudnélik, ami írott történelmi anyagunk van, Kézaitól kezdve, tehát Tari Ürüsz az sokkal régebbi eredeti, az mind az uralkodó rétegnek a történelme. Tehát azt kell látnunk, az a magyar nembéliek, a magyari urak történelme, aki egy uralkodó dinasztia volt, és ebb a székelyek hívták ide, hogy segítsék megvédeni, ahogy te mondod, az országot, a Kárpát-medencét, a nyugatiaktól, újjászervezték az országot kész. És az 1200-as évektől kezdték
megyeriek, magyari urak fennhatósága alá tartozó összes népet magyarnak nevezni. Tehát mi nem vagyunk székely, szóval székely magyar így, de nem minden magyar székely. Innen van ez az egész. Mi alapvetően maga a nép, tehát a döntő többség, az Kárpát-medence őslakossága. Tehát az, hogy jött egy uralkodó réteg, akiket hunoknak nevezünk, akik egyébként unoka ecseink, nem mi vagyunk unoka, hanem a hunok réteg belőlünk, akkor jött az avar fel, akkor ott egyébként avarja volt felírva. Jött a magyar dinasztia, megyeri egy 15-20 ezer jöhetek, csak szóban éppen együtt, akkor térképek 1200-as évektől magyar. Ez a nyelv nem a magyari dinasztia nyelve, ez az itteni ősnyelv. Ezt kell tudni, csak mindjárt más a világ. Tehát nem értünk mi sehonnan sem, ahogy azt magyar Adorján a 30-as években kimondta. Igen, azt mondta, hogy mi mindig itt éltünk. Igen, amit ember az ember. Igen. Van-e párbeszéd a hivatalos tudomány, az akadémia és az alternatív tudósok között? Rejtetten sok. Tehát van nagy hatás. Például azon, például megírtam az ABC történetét, 35 ezer évvel ezelőtti írás leheteket mutatok, tehát durva nincs. Azóta már nincs komoly ember, aki azt merné mondani, hogy az írás története 3-4 ezer évvel ezelőtt kezdődött. Tehát ilyen hatások vannak. Magánbeszélgetések, stb. Tehát ki az állásával játszik, hogy ő mit ír. De az igazság nem fontosabb? Most ez nem áll naív kérdés. Az nem, komolyan ne tőlem kérdezt. De nem, de hát... Persze. Ebben a körben dolgozó embereknek van egy fizetéses kéje. Annyi, hogy én talán cigarettára többet költök. Őszintén. De abból eltart egy-két gyermeket. Házbér fizet. Kockáztassa azért, hogy ő most álljon ki valamiért. Nem csinálja. De ha nekem információ kell, nekem ide adja. Bármelyik terület, akadémiáról, bármilyen. Nem mondok nevet, mert pont azt veszélyeztetem, amit ő félt. Rengeteg adatot szerzünk tőlük is. Milyen megértő? Mivel ez politikai kérdés. Épp olyan magyar, mint én. Épp olyan magyar gyereket nevel, mint én. Nekem másra is áll az agyam, ő azt az egyet tudja, csinálja. Mert hónap-hónap után nincs, amit csinálja, mert alulról úgy feltör, hogy kérik a valós magyar történelmet, hogy aztán... És lehet tudni, hogy olvassák a könyveiteket? Igen. Van olyan is, hogy jön levél, és tudni, mert írja, hogy Chicago melyik olvasó termében, ahol csak onnan nem lehet kihozni könyvet, oda menjek be, és ilyen régi nyelvészeti könyvet kérjek ki, mert az kapcsolódik az én kutatásomhoz. És akkor megdicsér engem, de se a borítékon, se a levél végén, se cím, se semmi. Nem meri odaírni. Akkor neki abból kellemetlensége származik. De ugyanígy a szidalmakat is kapok honnan át. Hogy Varga Csapától meg kellene már végre szabadítani az emberiséget. De ez mivel jó. Most pedig ki a gyufát? De hogy ilyen zajlik a játszma, de ezek komoly taranságok. Nem kell komolyan venni, mi adatokra támaszkodunk, tehát ellenérv nincs. Nem lehet, ravaszlókák vagyunk ám mi. Tehát, hogy kész, tény, sakmatot játszunk, gyerekek, ez van, hát nem lehet másképp magyarázni. Na most vita nincs, ebben ezért vita nincs, mert ezzel, hogy ott van a barlang falán 7 írásjel, ami megvan ma a Székely ABC-ben, aztán lehet vitatni. Tehát vita nincs, mert nincs mind vitatkozni. Hanem az elhallgatásban is van egy másik játszma, a lehülyézés. Tehát műveletlen, képzetlen, amatőr, pszichológiai eset, stb. Tehát a nagy közönség előtt hitelteleníteni ezeket a tanúkat. De már oda jutottunk, már jó pár év, hogy már nem vitatkozni, nincs mi vitatkozni. Tehát mi nem kezdünk el leállni és vitatkozni. Se jelző, se semmi csinálnak. De az elhallgatás ez pont olyan rossz, nem? De működik. Valaki megjelentett egy könyvet. Nem mondjuk nevet, mert ismerné, de ki öregedett, így semmi csináljon. Valaki odaadta neki ez a Szádeszky Kardos Lajos székely történelmét, és előtte kellett írni valamiket, amiben benne legyen az, hogy én azt állítom, hogy 9000 éve a székelyek Erdélybe rezet öntöttek, és hogy állíthatok ilyesmit, mikor a piramisokat 15-4000 éve építették. Ez már akkora szamárság napjaim, vagy a piramisokat 4000 évvel építették, hogy erre mit válaszoljak?
szegény, kapott egy támogatást, jó drága, könyvet nagyon olcsón árulják, kérem szépen, és neki is van még két leje, mert már nem mennek a régi típusú könyvei. Miért zavarja? Miért komolyan lehet lenni az ilyes? Nem lehet. Adj Isten, egy is eljön hozzám Somjóra, két-három hétig vendégszobát adok neki, szakásnőtől meg lehet, mert mit enni akar, kérem szépen. Írjon esetleg, hogy a Somjóra... De személyes ismerettségben is van vele. Nem. Ha, ja, csak a munkáit ismertem, de olyan én mindenkit szívesen látom. Uh-huh. Írhat a Somjó is az anyáról, kérem szépen, azt nem tudom, Angliából hozták. A 16. század, vagy a 20. se érdekel, az ő maga, amit ír. Amit én leírok, amit a kollégáim leírnak, akiket kollégámban nevezek, arra meg büszke vagyok, olyan dolgot derítenek ki, hogy az ember örvend. Na most menjünk azért bele mélyebben ebbe a ős történelem kutatásban, mert itt azért vannak olyan állítások, amelyek valóban, ahogy tanár úr is említette, hajmeresztőnek tűnnek elsőre, vagy másodszorra is talán. Tehát, beszéljünk a túlmenően az íráskutatáson, mert azért ez átfut a történelembe. Meg a nyelvbe. Meg a nyelvbe. Hogy te eljutottál egy olyan pontra, ami szinte már, ha a kutatási eredményednek a végét nézzük, és onnan elemezünk, akkor az értelmezhetetlen is e pillanatban nekem. Nem? Tehát azt mondod, hogy a magyar az európai ősnyelv. Vagy van egy ősnyelv? Igen. Igen. Amelyiket ma magyarnak neveznek történetesen, a legtisztában megmaradt ágát ma magyarnak nevezik. Ez nem azt jelenti, hogy ez a magyarok nyelve. Ez csak mostani elnevezése. De az a lényeg, azért nehéz áttekinteni, hát nekem is ki kellett bokorászni, hogy ez a szerves nyelv, szerves, a természet nyelve, tehát a természet, a világegyetem egészét tükröző nyelv. Ez egy fraktál szerkezetű szókincs, olyan, mint a fa, vagy az érrendszer, vagy bármit lehet mondani, vagy mint a karfiol is akár. Kisdéles is azt mondja, a logika nyelve. Pontosan. Ez a természet rendjét tükröző nyelv. Ez egy szerves egész, bár, ahogy Kisdéles mondja, most említett, hogy bármelyik szavunkat meg akarjuk magyarázni, akkor az összes többi szóra szükség van tulajdonképpen, mert összefügg. Most ez a szerves egész, egészséges, teljes nyelv, ez elkezdett töredezni. Ilyen, olyan, amolyan okokból, és tulajdonképpen Eurázsia és Amerika számottevő részén is ennek az ősnyelvnek, amit ma legtisztábban mi beszélünk, a Kárpát-medence ősnépen beszélünk mindig, legtisztábban ennek különböző töredezett változatait találjuk szerteszint Ázsia nagy részén és Amerikában is igen szép számon. Ennyi a történet, tehát ez nem magyar, hanem ez az emberiség ősnyelve. Igen, és hát az ős lakosság őzi ezt legtisztábban itt a Kárpát, ahol ez megszületett. Ezt tudjuk bizonyítani, ez genetikával, a Juhász Zoltán bizonyította a Zene ősnyelve című könyvében csodálatos tisztasággal, hogy amit pentaton szennének nevezünk, hogy ennek lesz a zenes ősnyelvnek, az is itt született az emberrel együtt. De ez a nyelv is, ahogy Kodály mondta, hogy hát a magyar népzene a magyar nyelve együtt is. Az ott kezdődik, ahol az ember. Barabási László történésszel Varga Csabával arról beszélgetünk, hogy ott tartottunk az imént, hogy bizonyítani kéne mindazt, amit állítunk az ősnyelvről, arról az ősnépről, amelyik itt a Kárpát-medencében él, amelyről ugye azt mondja a magyar Adórján, hogy nem jöttünk mi sehonnan, kérem, mi 10 000 éve, vagy nem tudom, hány éve itt vagyunk. Szóval bizonyítsunk. Első lépésben a hosszú időről szóljunk, hogy nem kell megijedni tőle, tehát 10 000 évektől. Hát ez az utóbbi 40 000 év is hogy elszaladt, nem? Észre se vettük. Itt sem voltunk. Tehát most ez is felfordult világ egy jó ideje, kizökkent. Ahogy az Halmedben is volt. Igen. Kizökkent az idő kereken. Tehát szétesett a szellem. Hát régen
10 000 évek múltak, hogy bármi is változott volna. Nyelv, írásbeli, semmi. Erre rengeteg bizonyíték van. Például Gáborini Csánkvéla, ásutó régiszút, ő tárta föl Érden a Vészkő fensíkon két telepet. A szeletaiak vadász telepe volt, a vadász idénybok mentek. Ez nagyon jó lekövethető. 25 000 éven keresztül jártak vissza ugyanazok. Pontosan tudjuk. Hogy kisebb lépték be, hogy a francia területén nem tudom, furcsa neve van, teljesen de egy falucska határában találtak egy 9 000 évvel elremetett férfi csontvázára. Elemezték, kiderült, hogy a legközelebbi hozzátartozó, genetikai hozzátartozója a falu mai tanítója. Pontosan bizonyítható, hogy a Bükk keleti részén élők, az úgynevezett barkok, legalábbis 19. század közepén még megkülönböztethetőek voltak, mert nem volt S hang a beszédükben, mint a Csangunkiba se, mert az ősnén felmaszállt S-t. Szóval 30 000 év volt, ott élnek, ott. Ugyanúgy a Kalotoszek környékek, hát az ősnén, Csángok 40 000 év volt, biztos ott élnek. De nem csak a Kárpát-medencére igaz ez, hát Európa lakossága soha nem cserélődött le. Uralkodó rétegek jöttek, mentek, és néha voltak, menekültek természetesen. Ennyi a történet, és ez pontosan követhető genetikailag, tárgyszerű leletek alapján bármi. Ráadásul mi itten a Kromanyoni B és a neandervölgyi keveréke vagyunk, de a neandervölgyi se halt meg. Ma is láttam egy csodás neandervölgyi embert, ott jött a könyve. Van egy barátom, ő is neandervölgyi. Tehát mitől szerves az őstér? Te hogy lehet ez bizonyítani, hogy ebből romlott le? Bizony, ez szomorú, de erről van szó, hogy ez teljes szerves egész. Tehát a szerves műveltség széthullása hozta a nyelvek. A szétválások, ahogy a Bibliában le van írva, hajszál pontosan, az 6 000 éve kezdődött körülbelül. Miért? Akkor jelent meg a rablás, szervezett rablás. Bizonyan. Előtte nem volt tulajdonképpen emberi ölésre alkalmas eszközök nem is voltak. Nincs nyoma sincs a háborúnak, nyoma sincs mészállásnak, gyilkosságnak, semmi nem kellett. Hanem megjelentek azok a népek, embercsoportok, akik rájöttek, hogy sokkal jobban elveszük másit. Ott kezdődik az érdekesség, ott kezdődik a baj, tehát az aranykor akkor ért véget. Ezt a Laci jobban tudja a történelem részét. A kukuténi kultúra területén ásó régészekkel beszélgetek. Román emberek egyetlen más nyelvet sem beszélnek elég érthetően. Velem nagy barátok, volt múzeumigazgatóval, az idősebbek dolgoztak velem. Valami eszembe is megkérdem, hogy erődített építkezések mikor jelennek meg. Aztán időszámításunk előtt 5000-7000 között. Addig nincs. Nálunk, Kárpátokon belül későbben. Tehát valonnan kelet felül jött egy veszély. Időszámításunk előtt 2700-ban ez a veszély kiírtja a sumér lakosság egy részét. Azok a pásztornépek, akiket sényi népek nevezünk. Másképp a zsidókot kár közéjük venni. Nem ők. Az arabok nagy részét kár közéjük venni, mert csak egy része. Ott vannak berberek, ezek. Eljött valaki egyszer hozzám berber szőnyegek felvételivel, tessék, milyen szőnyegeik vannak. Igen, olyan be a hálószobámban, nézzük, mik vannak a falon. Tehát úgy nevezzük, hogy a székely festékesek. Mi? De az egyiptomiaknak ugyanilyen szőnyegük volt. Tehát tárgyi kultúra megfoghatott, megnézhet. És a folytonosság ott van. A másik dolog. Én nem tudtam arról, hogy előttem, 20 évvel már, leningrádi kutató beszélt egy egységes eurázsiai kultúráról. Még akkor nem írogattam ezeket a dolgot nagy közönségnek. Egy kongresszuson felvetettem ezt a kérdést. Rögtön megjelent egy moszkvai úriember a dolgozó szobámban, és rááll 4-5 napra. Honnan tudok erről? Mondom, mert a maguk, amit a peresztők után közöltek, kézzelfogható. Azon kívül más. Tehát én tudom-e, hogy az a szovjet kutató ezt állított? Nem is hallottam róla. De nem az első dolog, amikor többen ugyanarra rájönnek.
Nézem a Discovery-t. Egy német nyelvész beszél arról, odáll a térképpel és elmutatja, hogy Kína, Japán, India, Közép-Afrika, Dél-Amerika azonos nyelvből származó nyelveket beszél. Mondottam, kár nincs itt, hogy csak olyan magunk van, ezt mondom, mióta Margacsom ezeket mind bizonygatja. Tehát nem mi kezdjük. Mikor rámugrognak, hogy a székely 9000 év ott vannak, akkor az izraeli zsidó történészek, akik kell legyen valaki, aki magyar tökéletesen beszél, elkészíti az első technikai térképet, tehát a technika fejlődésének a térképét, és amikor a fényfeldolgozások kerül sor, akkor elvébe szépen beírják magyar helyesírással székelyek. Más népet sehol nem tesznek. Uh-huh. Most nem mondhatja senki, hogy én voltam Izraelbe, sosem voltam, ők sem állom. Mi megkülönböztetett figyelemmel, figyelemmel vagyunk, vagy megkülönböztetnek-e bennünket azzal, hogy folyamatosan lódítanak, vagy nem mondanak igazat a történelmünkről, a fontosságunkról, a jelentőségünkről? Bizonyos szempontból igen, tehát a környező népek nincs történelmük, történelem kell, tehát csak is a mi történelmünket vehetik el. Nyelvünket is. De Európa történelme zsákutcában van. Tehát itt már rengetegen látják, hogy iszonyú nagy a baj. Számos nyugati nyelvészt ismerek lázasan tanulnak magyarul. Mert a nyugati nyelveket se lehet megérteni a magyar ismerete nélkül. Nem a magyar, tehát az ős nyelv ismerete nélkül. És az övéké már szétromlott, az épp állapotban lévőt kell megismerni, hogy megértsék a romlásokat. De hát bűbályos dolgok, hát a szlováki nagymorval bírótam, hát nevetséges nem volt. Hát románok a dákukra hivatkoznak, tudod, kik utazok. Jó magyar emberek. Tehát az egész mulatság, és mi ezt tudjuk, és nevetünk. És őket ez zavarja, hogy bármit mondanak, vagy igyekeznek, bárhova akarnak kapcsolódni, csak valamilyen népágunkhoz tudnak kapcsolódni, vagy a nyelvünkhöz is, mi ezzel rögtsélünk. Ez bosszantja őket, meg a kisebb rendőrségi érzés. Történelmi téren is tudjuk, az ödem tudomány oldaláról is tudjuk bizonyítani mindazt, amit itt állítanak az urat. Nem kell mi bizonyítsuk. Hogy a román történészektől annyi mindent tanultam meg. Szóbálunk, beszélgetünk, ők elmondják azt, amit eddig végig támadtak a rossz elméletet, hogy a románokat Albánia déli részéről hozták fel a magyarok tatárjárás után, Fogarasba és Besztercére, mint katonanében. Mert Pelaszk leszármazott. Ezért hozzá ki a francia, kérem szépen, hogy a román nyelvek 38%-a magyar. Nem. Ős nyelv. Amit azon a vidéken Pelasznak neveznek. Mi meg Palosznak nevezünk. Nevezhetjük hunnak, szkitának, akárminek ugyanaz a nyelv. És ők ezt tudják. Az értelmesebb. A nagy tömeg mindig is nagyon tisztelte a magyarokat. Mindig. És akkor van, akik valahogy fenn akarnak maradni, és akkor azok politizálnak, szívják a magyarokat, és akkor azokat sose veszik komolyan. És néha komolyan veszik egy választás idején, de azért nem futnak neki a magyaroknak, nem verik meg, mint Szlovákiába, sőt, fordítva, hogyha olyan van. Mert ez egy békésebb, és de nagy része besenyő, meg kúr. Hát alasan fut fekete kúrság. Az általános besenyők, akik minket, tehát a magyar szállat idekergettek, igen. Jóval az állítólagos honfoglalás előtt, már Bukarestől el Kijevig ott voltak az egész oldalon. Én kötetekbe felsorolom a törzs nevét, a törzsfőnök nevét. Hát ezek mind a régi történetek. Hol tudtok kutatni? Hol vannak a források? Csak össze kell rakni. Mondok valamit. De most te már tudom, hogy nem lepődsz meg. Csak szófordulatként használom, akkor hát az ógörög, nem csak az etrusz, a korabeli magyar nyelv, egyik magyar nyelvváltozat, vagy nyelvjárás, az ógörög is. Ez a csángóhoz kapcsolható a kiejtés szerint. Na de ezt a 19. század közepén még nagyon jól tudták.
Hát a Magyar Tudományos Akadémia 862-ben megjelent szótár, a Cutor-Pogolesi szótár, eszükbe nem jutott volna, hogy valamit bizonyítani kéne, hogy az a magyar szó miért van az ógörökben. Szóval oda is így a szótár, meg van ógörök, ez a magyar szó az ógörökben, így ejtették a szanszkritben, így ejtették a latinban, így ejtették. Hát ez Cutor-Pogolesiben van benne. Persze, vég nélkül, hát az egy ilyen szempontból nemzetközi szótár, tehát a magyar nyelven. Hogy Bezsenyi Dániel fogalmazta, mert akkor ezeket tudták, Bezsenyi mondta, hogy a magyar nyelv az ókori nyelvek gyökere is anyja. Csak hát hogy nem a magyar nyelv, hanem a Kárpát-medence ősnyelvéről van itt szó. Vagy Szentkatonai Báci székely nyelvész 30 olyan nyelvet tudott. Hát bebizonyítja, most adjuk ki őszre, hát a tamil nyelv az is magyar nyelv. Tehát ez a nyelv. Ma is van a tamilokán szépen. Vagy a Tudományos Akadémia Kazár Lajos nyelvész sokat ért kint Japánba, föltárta a japán-magyar nyelv kapcsolatot, hogy Grécsi Lászlót hallottam ezt először, hogy mi nagy a hasonlóság a magyar és a japán nyelv között. Hát persze, hunok úr. Na de a hunok, nem mi vagyunk a hunok, hanem a hunok, ami unoka öcséink. Tehát akik innen ki elmentek, ezt vissza is jöttek, mert ez a gondolat a keltákban is megmaradt mindig. Hogy a Duna meg a Kárpáti őshoza. Beszéljünk a két új könyvről, mert most már csak néhány percünk van. Mármusok hola, Barabási László. Csaba, te mivel rukkol? Az angol szókincs magyar szemmel. Angol szókincs magyar szemmel. Igen. Uh-huh. Mármusok hola? Az állítólagos honfoglalás az egy csapat áthelyezési módját. Egyik vidékről a másikról nagyobb szükség volt rá. És annak az előkészítését írom le. Regény formára. Van benne szerelem, harc nagyon nincs benne, családokat bemutatok, építkezést, szent helyeket, stb. Vigyem közel az emberhez a gondolat. Csángokról még két mondat. A Réval lexikonban keresem a csángó címszót. Ennyit találok rajta, hogy dél-amerikai indián törzs. Jó pár évvel ezelőtt. Megkérem barátaimat, akik mellett én nagyon szegény ember vagyok, hogy te nem tudnátok oda küldeni valakit, oda is küldtek. De közben megállnak a majáknál is. És elhozzák az ottani csángó ruhát. A gyímesi csángó mellé tettük. Nem lehet megkülönböztetni. Nem lehet. Nekem is feltűnt már az filmeken. Itt meg kellett volna nézni, itt a Budapesti Néprajzi Múzeumban készítették egy kiállítást, kérem szépen, ugyanazt láttuk. A másik típusú, a maja ruhát, meg a kalotaszegítől nem lenne. Ez egy kézzelfogható szemmel látható bizonyíték. Hát ugyanígy a Sioux vagy Dakota indiának, hát könnyezni kezdtek alatt a magunk szalagról, értem. Uh-huh. Simon Péternek köszönhető, vagy Dél-Amerika kecsuák. Amik először hallanak bennünket, az a tehetséges, hogy azt gondolják, hogy kicsit megőrültünk itt a nagy filmugrálásban, és ettől aztán egy hatalmas nagyot ugortunk is, esetleg átugrunk a ló másik oldalára. Arra nagyon vigyázzunk, nem minden adatokkal. Hadd mondjak akkor még szörnyűbbet az angolok is magyar szemmel. A nem franciás réteg az angol szókincsben, az a fele, a szép magyar szókincs, magyar eredetű szókincs. Gyönyörűen lépésről bemutatható, de nem magyar eredetű, hanem európai őstépének a nyelve. Az egy más kérdés, hogy számottevő 1500 évvel ezelőtti magyar réteg is ott díszereg az angol szókincsben. Na, az a jövő történészeire vár, hogy a szőszben volt ez. Támogatja a kiadót a Nemzeti Kulturális Alap? Hát eddig nem sikerült. Benne van a belső hogy támogatta az NK-t? Nincs. Szóval, hogy azért létezik egy ilyen jellegű cenzúra, hogy az újdonságon. De hát ez mindig így volt. Régen, nem olyan régen, még már ilyen elégett, aki azt mondta, hogy a föld gömbölyű és forog. Nem baj. Működik az egyik. Már ilyen elégetnek benneteket szépen. Féltek. Túl nagyot kéne nekem rakni rá félni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, eljöttél Csabi hozzánk.
Még hogyha tanár úr itt marad néhány napig, akkor talán a Vörösmarty téren találkozhatnak. Igen, mi kint vagyunk. Hallgatók, és még folytathatják ott. Tudjuk, hála is, nem tudunk eljönni onnan. Állandóan jönnek nagyon sokan beszélgetni, aláírni, de főleg beszélgetni. Az jó, beszélgetés az jó. Igen, tehát egy klubélet alakult ki ott. Úgyhogy hétvégén akkor hajrá, lehet folytatni ezt a megkezdett beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek még egyszer, és ne felejtsék el, hallgatók sem, hogy lesz fehér éjszaka, és hétfőn 14 óra 5 perctől ismét meghallgathatják a két tudós urat. Elköszönöm a műsorvezető Tuba Marián, viszont hallásra, jó éjszakát! Thank you.